Június 5-én hétfő este, jó estét kívánok, a Tatai Televízió napi híradóját látják, tartsanak velünk! A Kossuth téren kezdődött a június 4-i megemlékezés sorozat. Tiszteletadása a Szőnyéni emlékkeresztnél a Mindszenty téren. Megkoszorúzták a Nemzeti Összetartozás emlékművét. Több helyszínen tartottak megemlékezéseket június 4-én, Tatán a Nemzeti Összetartozás napján. A Nemzeti Emléknapot 2010-ben iktatta törvénybe az országgyűlés, az első világháborút lezáró Versailles-i békediktátum aláírásának évfordulóját megjelölve. A Kárpát-medence különböző tájairól származó viseletekbe öltöztek a magyar zászlót tartó fiatalok a Tatai Kossuth téren. Magyar vagyok! Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Itt a Nemzeti Összetartozás napján szervezett események első helyszínén engedték félárpócra az ország zászlót, mely a nemzeti gyász és a trianoni döntés elleni tiltakozás mozgalmának jelképe lett a két világháború között. A békediktátum aláírásának napja sokaknak személyes kötődést rejt. Az én nagyapám is Erdélyből származik, és pont a trianoni békekötés miatt került át Magyarországra. Mi a kezdetek óta részt veszünk, még a gyermekeim meg se születtek, már a férjemmel elmentünk, és természetesen ott voltunk az ötödik összetartozás napján az emlékmű avatásakor is. A megemlékezés részeként ünnepi beszédet mondott Tata testvér településének képviseletében Kis Ferenc, Szováta alpolgármestere. Elgondolkodtam azon, hogy nagyon sok népnek, nemzetnek ez a szó, hogy Trianon, nem mond semmit. Talán annyit mond nekik, hogy Párizs mellett így neveznek egy palotát, de vannak népek, nemzetek, akiket örömmel tölt el, hisz ezzel a békediktátummal megnőtt az országuk, kikerekedett. De nekünk, magyaroknak egészen más jelent. Evel a békediktátummal tépték, szaggatták darabokra a magyar országunkat, hazánkat. Tisztelt hölgyeim és uraim, tudják, nekünk erdélyi magyaroknak, román testvéreink mit mondnak Erdélyben? Úgy neveznek minket, hogy bozgór, azaz hazátlan. De higgyék el, hogy mi székelyek mindig, de mindig túlélési technikákat alkalmazunk. Megpróbáljunk magunk körül legalább megteríteni a kicsi magyar hazát. A magyar szellemet, a magyar haza szellemét keressük mindenhol. Könyvekbe, nagyanyáink, nagyapáink régi történeteiben. Aztán eljött az a pillanat, mikor ti tataiak testvérként kerestetek meg. Hát köszönet és hála érte. Tisztelt hölgyeim és uraim, eljött az a pillanat is, amikor fiává fogadott minket az anyaország. Pedig hányan, de hányan ijeszgettek velünk. Azt állítva, hogy elárasszuk az országot, lehetőséget és pénzt veszünk el másoktól. De akik ezt állították, azok félnek tőlünk, és tudják, hogy miért félnek? Azért, mert tudják, hogy mi hisszük, de már nem is hisszük, hanem biztosak vagyunk benne, hogy az a haza szelleme, amit annyi évtizeden keresztül itt a szívünkben hordoztunk, az a haza létezik, és az a haza itt van. A Nemzeti Összetartozás napján az események szent misével folytatódtak a Szent Kereszt plébánia templomban. A Kárpát-medencei testvértelepülésekkel Szőgyén, Magyar Kanizsa és Szováta képviselőivel közösen zajlott az idei megemlékezés sorozat. A Mindszenty téren álló emlékkeresztnél Méri Szabolcs Szőgyén polgármestere mondott beszédet. A békediktátumot nem lehet meg nem történté tenni, hatásait azonban tompítani igen, fogalmazott emlékező beszédében Méri Szabolcs, Szőnyén polgármestere azon a helyen, ahol korábban a felvidékről kitelepítettek emléknapján is elhelyezte koszorúját. Tata város felvidéki testvértelepülésének vezetője úgy folytatta gondolatait, a mi feladatunk, hogy bebizonyítsuk a világnak, nekünk magyaroknak határoktól függetlenül közös gyökereink vannak. A Nemzeti Összetartozás napja azt üzeni számunkra, hogy összetartozásunk örökké fog tartani. A harag, a gyűlölet és a félelem eltávolít egymástól bennünket, a szeretet és az összefogás azonban képes hidakat építeni. Ennek legékesebb példája az Esztergomot és Párkányt összekötő Mária Valéria híd és a több most épülő Ipoly híd,
amelyek összekötnek bennünket, magyarokat. Komp kikötő épül a Dunán, Lábatlan és Dunaradvány között. Ez a járat felére fogja csökkenteni a 70 km távolságot Tata és Szőgyén között. Bicikliseink akár egy nap alatt meg is tudják tenni ezt a távolságot oda-vissza. A mai trianoni tragédiát így lehet felülírni. Nagy szükségünk van arra, hogy érezzék az erdélyiek, a kárpátaljaiak, a felvidékiek, a vajdaságiak, hogy mi, magyarok, összetartozunk, segítjük egymást, számíthatunk egymásra. Ismertessük meg gyerekeinkkel ezen összetartozás csodás érzését. Nincs annál felemelőbb, amikor a tatai, szovátai, magyar kanizsai és a szőgyéni fiatalok együtt alkotnak, táncolnak, szórakoznak, sportolnak. Diákjaink csereutazásai mind összetartozásunk sokoldalúságát egy-egy apró építő elemei. Mi szőgyéniek, régi szőgyéniek és tatai barátaink ez év áprilisában már leróttuk kegyelmünket itt a keresztnél, emlékezve arra a szomorú eseményre, amelyet a felvidéki magyarság élt át a háborút követő években, amikor családok kényszerültek elhagyni szülőföldjüket és az otthonukat. Nagy kegyelem számunkra, hogy Tatán és Szőgyénben egyaránt megállhatunk az emlékkereszteknél, amelyek egy tölgyfa törzséből hasított ki a mester. Június 4-ét emléknapként tartjuk számon, ma mégis elmondhatjuk, hogy összetartozásunk ünnepli hivatalosan a mai nap. Mert összetartozni érték és büszkeség. Isten éltesse nemzetünket, Isten éltesse összetartozásunkat, Isten áldjon minden magyart. A program a Nemzeti Összetartozás terén folytatódott, ahol az emlékezők a tisztelet virágait a Nemzeti Összetartozás emlékművénél helyezték el. Szép virág a szűzjány innepnapra kelve, de a legszebb virág a haza szent szerelme. Arany János szavait idézte Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész a Nemzeti Összetartozás terén. Az itt álló emlékműnél mondta el az emléknappal kapcsolatos gondolatait a délvidéki magyar kanizsa, Tata harmadik Kárpát-medencei testvértelepülésének küldötte. Nem csak úgy sajátunk ez a nap, mint ahogy március 15-e vagy augusztus 20-a ünnepe, hanem olyan nap ez, mely rólunk szól. Ekkor ugyanis Magyarország figyelme az elszakított területeken élő magyarság felé, köztünk ránk is, vajdasági délvidéki magyarokra is irányul. Számunkra a remény és a megújuló lehetőség napja is ez a mai, hiszen teret nyit a viharos történelmi eseményekkel való leszámolásra és nemzetközösségünk oszthatatlanságának megélésére. A beszédek sorában utoljára Méhi József tataváros polgármestere szólalt fel. Döntése is a Magyar Országgyűlésnek, hogy határon túlélő véreink ugyanolyan állampolgárok lehetnek papírforma szerint is, mint amilyenek mi vagyunk. Mi, akik itt élünk a kis Magyarországon, és soha nem kellett esküt tennünk a magyarságunkra. Határon túli barátainknak, testvéreinknek esküt kell tenniük, ha magyar állampolgárok akarnak lenni papírforma szerint is. A héten az a szép kis ünnepségünk volt, hogy két kárpátaljai szülött, és egy Finnországban született finn barátunk tett magyar állampolgársági esküt itt Tatán. Szép példájaként annak, hogy a határon túli testvéreink közül még mindig vannak jó néhányan, akik formailag is nem kérték még a csatlakozásukat a magyar nemzethez, de vannak közöttünk már olyanok is, akik nem Magyarországon születtek, nem magyarnak születtek, nem magyar volt az édesanyjuk, édesapjuk, de úgy megszerettek bennünket, hogy közénk akarnak tartozni, és így tett a héten is Tuomo barátunk esküt itt a polgármesteri hivatalban. Az a példa, amit ők is mutatnak, meg az a példa, amit Szőgyénben, Szovátán és Magyar Kanizsán is mindig tanulunk és megtapasztalunk, amikor ott járhatunk mi is. Az a példa kell, hogy bennünket is erősítsen, és minden reggel az imádságunk mellett illene arra is egy fohász tennünk, hogy Istenem, segíts engem, hogy jó magyar ember lehessek. Mert hogy ez nem természetes. Ahogy élünk és látjuk a körülöttünk élőket, ahogy találkozunk a világban sok-sok helyzetben más emberekkel,
azt kell tapasztalnunk, hogy ez nem természetesen adódik minden egyes helyzetben, szituációban, hogy jó magyar emberek tudunk lenni. De egyikünk sem hordozza másnak a lelkiismeretét a zsebében. Mindegyikünk a sajátját hordozza, és mindegyikünk a sajátjáért felelős. Az igazságtétel majd ott fönt. Az nem a mi dolgunk. Nekünk egy feladatunk van itt, hogy gondoskodjunk a magunk tiszta, jó emberi életéről, jó gondolkodásáról, magyar tiszta, jó érzéseiről, és ezt minden energiánkkal adjuk tovább a gyermekeinknek, unokáinknak. Az igazságtétel majd bekövetkezik. Ahogy János atya mondta mindig, tudod, a jó Istennél nincs kifizetetlen számla. És ez egész biztosan így is van, és így van jól, hogy nála nincs kifizetetlen számla. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy egymást bátorítva, egymást erősítve, a fáinkat egyre nagyobbra növeljük. Ebben segítsen bennünket a Mindenható, most így, június 4-én is. A Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság tisztelettel és szeretettel meghívja a névadójához, szellemi elődjéhez kötődő helyszínekre önöket május 7-én szerdán. A megemlékezés 9 órakor Magyari Zoltán szülőházánál a Bercsényi utca 3 szám alatt kezdődik. A Tatai Református Gimnázium diákszínpada június 9-én pénteken 17 órakor mutatja be William Shakespeare Rómeó és Júlia című tragédiáját a Magyari Zoltán Művelődési Házban. A részvételi szándékot kérik e-mailben jelezni június 7-e szerda délig. A névre szóló belépőjegyeket a helyszínen lehet majd átvenni az előadás előtt. Hétfő esti híreink következnek egy-egy mondatban, röviden. A Kossuth téren kezdődött a június 4-i megemlékezés sorozat. Tiszteletadása a Szőgyéni emlékkeresztnél a Mindszenty téren. Megkoszorúzták a Nemzeti Összetartozás emlékművét. A Tatai Televízió napi híradóját június 5-én hétfő este láthatták. Maradjanak velünk a folytatásban, Tallózóval jövünk vissza, viszontlátásra!